Üdvözlök mindenkit, Liza vagyok, ez itt a Végig Sima. Ez alkalommal nagyon egyszerűen kedvessé játékossá tesszük a harisnyakötést. Az ismétlődő mintaegység négy szem, és ehhez csak a szélszemeket kell hozzáadnunk oda-vissza kötésnél. Magasságban négy sort kötünk, a minta a páros számú sorok oldalán alakul. Ezt a darabot 7 mintaegységgel kötöttem, 7x4 plusz 2, 30 szemen. Együtt 3 mintaegységet kötünk majd, 3x4 plusz 2, 14 szemmel indulva. 14 szem van a tűn, kötöttem egy nulladik fordított sort, indulunk az első sorral, az első szélszemet mindig simán eltemelem, az utolsót fordítottan kötöm majd. Első sor tehát, szélszem, egy ráhajtást teszünk a tűre, kettő sima, majd a ráhajtást, erre a két sima szemre ráhúzzuk. Ezt kettő fordított szem követi. Ez egy négy szemből álló mintaegység, ezt fogjuk ismételni. Ráhajtás, kettő sima. A ráhajtást a sima szemekre ráhúzzuk, és még két fordított. Újra ráhajtás, kettő sima. A ráhajtást a két sima szemre ráhúzzuk, és két fordított. Szélszem. Második sor, szélszem. Végig sima szemeket kötünk. Szélszem. Harmadik sor, szélszem. Ugyanazt kötjük, mint az első sorban, csak néhány szemmel eltoljuk a mintát. Itt a két fordított szemmel indulunk. Utána ráhajtás, kettő sima. Majd a ráhajtást a két sima szemre ráhúzzuk. Ezt fogjuk ismételni. Két fordított. Egy ráhajtás, kettő sima, a ráhajtást ezekre ráhúzzuk. Még egyszer, két fordított, ráhajtás, kettő sima, a ráhajtást a két sima szemre ráhúzzuk, szélszem. Negyedik sor, szélszem, végig sima. Szélszem. Ezzel a négy sorral megkötöttünk egy mintaegységet magasságban, a továbbiakban ezt ismételjük. Ha tetszett ez a videó, kérlek, lájkoljátok, hiszen ebből tudom, hogy milyen jellegű videókat néztek szívesen. Köszönöm szépen, ha megosztjátok ezeket ismerőseitekkel, esetleg más közösségi felületeken, kötéssel foglalkozó csoportokban. Ha a feliratkozás mellették és harangra kattintotok, értesítést kaptok a legújabban megjelenő videókról. Remélem, hamarosan találkozunk, addig is jó kötést kívánok mindenkinek!